Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió futball, azon belül kispályás futball barátait. Zsidai Ádám operatőr kollégám nevében köszöntöm Önöket. Kajzer Tamást hallják majd a következő, hát nagyjából 50 percben, hiszen következik az Alba Liga első osztályának rangadója, a Döcös Bádogos Greco Petrol mérkőzés. A Döcös az egyik csapat, csak azok kedvéért mondom el, akiknek így a felsorolásból nem derült volna ki, hogy melyik két csapat csap össze, a másik pedig a Bádogos Greco Petrol. Mind a két együttes egyébként nagyon komoly múltra tekint vissza, hiszen rendre nem csak itt az Alba Ligában számítanak esélyesnek, hanem például az évvégi karácsonyi Videóton baráti kör egyesület által szervezett hagyományos tornán, amely idén már ugye Master Plast foci fesztivál néven szerepel, nem először. Tehát két komoly együttesről van szó. Sárga mezben látjuk majd a Döcöst, ahol egy kollégát is tisztelhetünk a pályán. Ő végezte el a kezdőrúgást, nagyon szerényen Bubori Balázs egyébként a tízes mezben játszik, de hát én azt hiszem, hogy őt a múltja erre mindenféleképpen méltóvá is teszi, hiszen tudjuk jó, hogy felnőtt, nagypályás NB1-es bajnoki mérkőzések is szerepelnek az ő pedigréjében, hogy így fogalmazzak, és hát kiváló székesfehérvári újságíró kollégáról van szó. Egyébként a Döcös áll az élen, ugye páratlan létszámú az Alba Liga első osztálya, 11 csapat szerepel benne, ebből következik, hogy minden körben az egyik együttes szabadnapos, na most a Döcös még nem volt szabadnapos, ebből következik, hogy egy mérkőzéssel többet játszottak, mint az őket követő második helyen álló Bádogos. Tehát, hogyha vesztett pontokat nézzük, akkor ugyanúgy áll a két gárda, hiszen mind a két csapat eddig egy mérkőzést sem játszott döntetlen, az összes többi összecsapását megnyerte, jelesül a Döcös ugye 5 meccsből 4-szer győzött, egy döntetlen áll a neve mellett, 12-6-os gólkülönbséggel 13 ponttal vezeti az Alba Ligát, míg a Bádogos ugye a második, 4 mérkőzésen 3 győzelem, 1 döntetlen, és hát nagyon érdekes, 23 lőtt gól és 9 kapott, tehát jóval többet lőttek, mint a Döcös, egy mérkőzéssel kevesebbet játszva is, és csak 3-mal kaptak többet, tehát 10 pontjuk van. Egyébként ebben a 23-9-es gólkülönbségben közrejátszik az is, hogy legutóbb az Alba Csavart verték 10-0-ra, az Alba Csavarnak egészen elképesztő gólkülönbsége van, 1-33, és ma pedig kikaptak 8-3-ra a Fehérvár Spettől. Ugye ez a mostani találkozó csütörtökön az utolsó, hát az előtte levő mérkőzések eredménye, innek a felével tudok szolgálni, mert ezek kerültek föl eddig az internetre, a Fehérvár Spettát legyőzte az Alba Csavart 8-3-ra, Boáron homeopátia pedig a Perszotút verte némi meglepetésre 11-5 arányban. Ugye szóval azért is rúgott ennyi gólt a Bádogos, mert az Alba Csavart legutóbb 10-0-ra győzték le. A Döcös majd december 11-én az idei utolsó körben játszik az Alba Csavarral. Az Alba Liga szabályai szerint papíron fogadja majd őket, hiszen ők lesznek a pályaválasztók. Bobori közben a labda mögött, és egy messzám nélküli játékos, mert a pirosban kezdett volna 20-assal, én bevallom őszintén 20-as számú játékost nem kaptam. Annyit azért hadd jegyezzek meg, hogy ugye két listavezető játszik, és van egy egyesség az Alba Liga szervezői, valamint a Fehérvár Média Centrum között, hogy a mérkőzésre csapat összeállítással érkeznek az együttesek. Ugye nekem ez a harmadik találkozom, 4 csapattal találkoztam korábban, ők abból 3 hozott is magával. Hát a két listavezető nem hozott, de hát talán ebben nincs meglepetés, hiszen ez azért így szokott lenni, hogy akár más sportágakban is mindig a legnagyobbakkal úgymond a legnehezebb. Hát ez van, szóval fekete mezben van egy játékos a pályán. A Bádogosban, aki papír a 20-assal szerepel, de én 20-as számú játékost nem kaptam. Nem volt sípszó, és kézzel ért hozzá. Hát azért ez elég érdekes ítélet, mert sípszó után nyújt hozzá a játékos a labdához, tehát azért az mindenféleképpen meg kéne várni, és nem biztos, hogy történt egyéb iránt szabálytalanság. Az érdekes volt, tehát szerintem ez egy elég
furcsa ítélt rá, és jó helyre jöhetett volna a döcös szabadrúgással, de ez itt talán kis pályán belefér, bár hát nyilván annyira meg mégsem, mert mind a két csapat nyerni szeretne. Reveland véd, aki ugye futszál válogatott kapus volt, és amikor a Fehérvár futszál ugye itt elindult Székesfehérváron azzal a céllal, hogy fölkerüljön az első osztályba, vagy legalábbis annak közelébe kerüljön, és ugye ez meg is lett, hiszen egy osztályozón maradt végül is alul a csapat a feljutással kapcsolatban, vagy hát a feljutás így úszott el, akkor Reveland volt a csapat kapusa, végén már ugye edzője is, és ott az első lehetőség, 9-essel Horváth Zsolt próbálkozott Gál felé, aki az Alba Liga elődjében a városi kispályás labdarúgó bajnokságban is volt már gólkirály, most is egyébként ő vezeti a góllövő listát, 7 találat áll a neve mellett, ugye 4 mérkőzést játszott eddig a bádogos Reko Petrol, és a Reveland nagyon könnyedén fogta ezt a középre érkező lövést. Egyébként rajta kívül még érdemes figyelni 13-asra Balla Tamásra, aki 5-ször volt eredményes. Nincs meglepetés, a döcösnél Bobori Balázs a legeredményesebb, 4 találattal, Horváth Zsolt őt követi 3-a. Van egyébként komoly hiányzó a döcösnél, hiszen Béres Zoltán, aki szintén tagja volt a Fehérvár futszál együttesének, ő 3, abban a bizonyos idényben ő 3 gólos, és nincs itt. Ez pedig egy nagyon veszélyes hazaadás, és nincs gól, ugyanis Végvári Ádám rárugott Reveland kezére, aki oda is kapott, el is ugrott onnit, úgyhogy hiába benne a labda a kapuban, nincs gól. Maradt tehát a 0-0, így a 6. perc derekán járunk. Egyébként van a bádogosnál is hiányzó, Lehocki Zoltán 2 gólos, Tocsegergő 2 gólos, és Pánfalvi Balázs 1 gólos. Ők azok, akik nincsenek itt. Hát lehet egyébként, hogy valamelyikük a feketemezes Partizán a pályán. És Kultéti András kapus dobta ki a labdát, van egyébként 3 Skultéti is, idősebb és ifjabb, Skultéti László és Kultéti András a kapuban. Ötössel Németh hozta el. Rehák Viktor és Boborit keresik a labdával. Bobori kicsit lecsúszott. Balázsnak nyilván a sebessége a felszaladt néhány dekával azért megkopott, de technikai tudása és győzni akarása mit sem változott ahhoz képest, amikor még profi labdarúgóként kereste a kenyerét. Molnár Csaba ért bele. Őről is el lehet mondani, hogy annak a bizonyos Fehérvár futszának a tagja volt, amely együttesnek ugye mi még a médiacentrummal is közvetítettük a bajnoki találkozóit. Reveland zárta jól a rövid sarkot, nagyon okosan tette ki a szélre Bobori. Szabadrúgásra jöhet majd a sárga mezes döcös. Németh Péter végzi el. Németh Péter. Talán elmondható, hogy ez a két csapat azért kiemelkedik ebből a sorozatból. Jó lövés Molnártól, Molnár Csabától, és elmegy keresztbe, Bobori próbálkozott. Szerintem beleért egy kékmezes játékos, úgyhogy döcös jöhet. Egyébként nagyon sokan kíváncsiak erre a mérkőzésre, ez a kislelátó itt majdnem megtelt, szabadrúgással jöhet bádogos. Kilencedik perc, szóval 0-0 a lista vezető és a második helyezett összecsapása itt az Alba Liga első osztályában. Bobori az egyszemélyes sorfal, Gál
próbálkozik majd Gál Dániel. Ő is szerepelt egyébként a Fehérvár futszában, azért ezt is el kell mondani, hogy aki ma itt esetleg ellenfél, az korábban lehet, hogy egy csapattárs volt. Reveland! És akkor a tulajdon pedig Skultéti András jutott el a labda, Gál már, aki elő-hátul megtalálható, ezt szépen lefülelte 15-össel Németh Péter. Rehák próbálkozott, és Gál próbálja meg bent tartani, sikerül is, és Molnár Viktor teszi egészen hátra Revelandhoz. Gál nem figyelt magára, de magasra emelte a lábát Horváth Zsolt. És akkor ott azon a oldalon most egy kicsit elment a világítás, ez a Phoenix sajátossága itt ennek a pályának. Úgyhogy ha önök nem látnak semmit, az nem a mi hibánk, de majd próbálom tolmácsolni, hogy mi történik a pályán. Próbálja kihozni a labdát a Bádogos, de jól zárt, jól támadt le a Döcös. Így csak vaktában tudták előre rúgni, és ez Revelandhoz került. Még nem vagyok benne biztos, hogy a Bádogosnak nem zavaró az, hogy minden mezőnyjátékos a kékben van, és a Revelanddal egy színű mezben van az általam korábban fekete mezes Partizánnak titulált játékos. Reveland kézzel. Neki lehet ilyet. Gál. Ötös védelme pedig tisztázni tudott. Sarokrúgással jöhet majd a Bádogos. Greco Petrol. 15-ösen Horváth Zoltán. Előfejeltek. És a sarokrúgás pedig, hát ők is láthatták. Nem hozott komoly helyzetet, lehetőséget. Egy igazi nagy lehetőség még egyik együttes előtt sem adódott, talán amikor Reveland ujját megrúgták. Gál került a földre. Miki azért nem nyugodt. De hát őről el lehet mondani, hogy tényleg szintén az igazi, az a típusú játékos, a már ahányszor én láttam, aki mindig mindenhol nyerni akar. Most is ő lépett közbe. Ifjabb Skultéti Lászlóval szereltek ketten együtt. Molnár. Bevallom, nekem a Bádogosból sincsen kettes számú játékos, vagy a Bádogosból kettes sincsen. Rehák Viktor a Döcös kettese, ez egészen biztos. 15-össel pedig Németh Péter lövésével, passzába lépnek bele, és így került oda Molnár Viktorhoz. Molnár Viktor dobja, érkezik! Molnár Péter, és tovább teszi a labdát, és megvan a vezetés a Döcösnek. Kettessel éppen Rehák szerzi meg a vezetést. 1-0 tehát a Döcösnek a 14. percben. Molnár Viktor tette be tehát a szögletet, és Molnár Csaba érkezett. Szerintem talán lőni akart volna, de érkezett pont a hosszú Rehák, aki besegítette a labdát. Így 1-0 vezet tehát. És a több mint 13 percnyi játék után a Döcös. Reveland. Aki egyébként majd nyilván, ha szükség lesz rá, akkor adott esetben föl is jön, de hát ez az kell először, hogy a
Bádogos mondjuk egyenlítsen, és mondjuk a mérkőzés hajrájában legyünk. Skultéti András vágta előre, és Gál próbálja meg szerelni. Vagy összeszedni, bocsánat. Molnár Viktor, vagy Molnár Csaba, bocsánat, próbált meg közbepiszkálni az imént. Hú vagyunk tehát az első fél idő felén, ugye 2x25 perc. A mérkőzés időtartama futóórával, tehát ha kint van a labda, akkor nem áll meg az idő. Addig egyébként a döcös a Masterplasttal játszott az első körben egy 1-1-et. Aztán a Pelszotult verte 1-0-ra. Majd a Pasakebab Dávid Kis Kft-t 4-3-ra. Tehát egy döntetlen és két egygólos győzelem a mérlegük az első három fordulóban. Aztán a Boáron homeopátiát verték 4-1-re. És 2-1-re a Sárépszer Kft. Tehát elmondható, hogy egyet mérkőzéstől eltekintve szoros meccseket játszott. Ez már szép lövés. A döcös míg, a Bádogos Greco Petrol az első körben, ami a második forduló volt, tehát rögtön szabad nappal nyitottak. 5-4-re verték a Fehérvárspedet. Aztán játszottak egy 4-4-et a Fortranszal. Hát hasonlóan kezdtek, mint a döcös. Nyertek 4-1-re, tehát a folytatás is hasonló a Ring BMP ellen. És aztán itt van ez a 10-0-ás siker az Alba csavarral szemben. Így jön ki tehát a 23 lőtt és a 9 kapott gól. 17. perc már, továbbra is 1-0-ra vezet a döcös. A sárga mezes döcös. Molnár felé, Molnár Csaba felé, aztán 21-ese Kaszás Kornél. De mire én ezt kimondom, már a Bádogosnál a labda. Gál forgulod ide, három sárga mezes vette közre, úgyhogy visszafele kellett passzolni, ez pedig így majdnem labdaszerzés volt Kaszás részéről. Gál teszi ki a szélre, Gál mögé érkezik a labda, és aztán Kaszás próbál meg tisztázni, de Kaszástól elveszik. Nem biztos, hogy szabályos módszerekkel, aztán visszakerül Kaszáshoz. Molnár Csaba. Oldalról jöhet a döcös. Molnár Csaba felé. Molnárt azért fogták ott benne a büntető területen belül. A játékvezetők egyelőre nem akarnak belenyúlni a mérkőzésbe. Azzal, hogy befújnak egy büntetőt. Nem vagyok benne biztos most sem, hogy a Bádogosnak kéne jönnie. Gál felé az indítás, Gál. Reveland, de visszakerül Gálhoz, Gál még mindig. Gál, Reveland, és a kipattanó az ismétlés, Végvári Ádám. Revelandról ment ki, ez pedig így ki tudja hozni a döcös, és lehet belőle indulni. Kaszás Kornél. Doma Zoltán 11-essel várta volna középen. 19. perc, 6 perc már csak az első fél időből. Ha jó a meccs, akkor gyorsan szalad az idő. És hogyha egy őrületes helyzet nincsen, azért azt lehet látni, hogyha akik nyomon követték a korábbi közvetítéseinket, legalábbis azt a két meccset, amit én láttam, az alapján tudom ezt mondani, hogy itt szemmel láthatólag sokkal nagyobb a taktikai harc. Gál egyenlít közben, Végváritól kapott egy remek paszt. 1-1 a mérkőzés állása.
19. percben. 5 perc kellett tehát ahhoz, hogy egyenlítsen a Bádogos. Nagyon szépen tette oda Végvári Ádám Gál Dánielnek, akinek azért nem volt már annyira nehéz dolga. Reveland verve volt. Ez pedig így nagyon-nagyon hosszú. Ott a sötét sarokban. Kultéti András vágja előre. Reveland Zoltán szedheti össze. Kaszás Kornél. Rehák futna el itt a jobb szélen, de lefülelték. Gál pedig nem értette meg csapattársával magát. Végváritól kapja Gál, de négyen veszik közre, és el is veszik tőle a labdát. Akkor most meg Kaszástól veszik el. Kaszás Kornél is egyébként már egy gólt jegyez a bajnokságban eddig. Horváth Zoltán elől a tisztázás. Kaszás Kornél megy el. Rehák Viktor rúgott oda, szabad rúgás következik. Huszonegyedik perc. Gál küldi be csapattársát, menjen be nyugodtan, majd ő marad hátul, azért ő végzi el, vagy esetleg egy trükkös szabadrúgás. Így viszont akkor egy tagú lesz csak a sorfal. Gál végzi majd el. Gál. Reveland. Marad az egy-egy a 22. percben. Sarkrúgásra jöhet a Bádogos. Mai körben egyébként a Pasa Kebab Dávid Kis Kft. Szabadnapos, ők a középmezőny masszív tagjai, 5 meccsen 2 győzelem és 3 vereség áll a nevük mellett. Rehák és Gál. Gálról ment ki. Egyéb iránt a szemközti pályán sportszerkesztőségünk vezetője Somos Zoli is pályán van, hiszen az Albaliga másodosztályának egyik mérkőzés az mindig csütörtökön kerül megrendezésre, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, és most éppen a más tészta játszik. Hát nem, az állás sajnos nem tudom megmondani, mert pont egy transzparenciáját akarja a túloldali eredményjelzőt. De hát a múlt héten nyert a más tészt, ahol a médiacentrum másik alkalmazottja Bauer Tibor adás kiadó kolléga, a csapatvezető. Úgyhogy a médiacentrum is képviselteti magát az Albaligában, ha nem is teljes csapattal. Rehák Viktor közben a labdával, és nézi, kinek lehetne passzolni. Megtalálta 15-össel Német Pétert, Végvári Ádám szerelt. És most megint visszajött ott a villany, egy picit erőlködik. Nem teljesen sötét a sarok, csak egy kicsit, Kaszás tette rá.
Egyébként szerintem a játékosoknak sem lehet egyszerű. Az egyik oldalon ilyen a fény, a másik oldalon pedig olyan, főleg mikor a most éppen ugye Bádogos kapujánál lévő sarok az teljesen sötét volt egy darabig. Nem lehet egyszerű. Egy jó lövés. És egy jó védés Revelantól. Marad az 1-1, az utolsó perc az első fél időben. Azt hiszem, hogy elmondható egy kiegyenlített játékot hozott ez a játékrész. Nagy taktikai csatát. Óvatos azért mind a két együtt, és egyik csapat sem nyíl ki. És hát két közvetlen közelről szerzett találat. A két együttes szerzett góljai. Doma Zoltán próbál meg ott valami helyzetet kicsikarni, megint elment a villany. Rövidesen pedig véget is ér az első félidő. Ebben a pillanatban ez meg is történik, tehát 25 percnyi játék után Döcös, Bádogos, 1-1. Rövidesen kezdődik a második félidő, sikerült megfejtenünk Zidai Ádám operatőr kolléga segítségével, hogy fekete mezben papíron 20-assal Bánfalvi Balázs szerepel, és kettessel, aki nálam nem szerepelt, ő az általam hiányzónak titulált Tocsegi Ergő, aki már ugye két gólos az idei Albaliga első osztályában, a Bádogos együtteséről van szó. Gál közben már a labdával gyakorlatilag végig pályán van. Ötössel Lehocki Zoltán is a pályán, ő nála a labda, és aztán Tocse, Lehockinak is van már két gólja. Bobori pedig ismét ott a műgyepen. Az első fél időben nagyjából 10 percet töltött a pályán. Tízesre Tanárki Mihály, viszonylag új együttessel, vagy új játékosokkal kezdte a második fél időt. A Bádogos Greco Petról. Bobori fejjel. És érkezett is 9-esen Horváth Zsolt. Csak aztán Tocse Gergő elhozta a labdát. Bánfalvi tehát. Gál sarokkal, csak ellenfélhez. Szép elgondolás lett volna. Most már Németh Péter a labdával. Németh teszi előre. Horváth Zsolt. Jöhet az ismétlés. Molnár Viktor próbálkozott, aki ugye a Döcsös szögleténél, vagy góljánál adta a szögletet, középre sarokrúgást. Kaszás próbál meg labdához férni. Tocse, Gál, Bánfalvi, Reveland a végállomás. Most Revelandnak kell megküzdeni azzal, amivel az első félidőben Skultéti Andrásnak a sötét oldal problémáival. Nem volt jó a középre adott labda, lehet ebből fordulni. Bánfalvi, Tanárki van benne egyébként, ő várja a labdát, csak kivezette Bánfalvi, úgyhogy majd a sárga mezesek hozhatják játékba a labdát. Két és fél perc telt el eddig egyéb iránt a második fél időből. Gál. Szabadrúgással jöhet a Döcös. Gál reklamálta, hogy nem történt szabálytalanság, Bánfalvi tisztán rúgta el Németh Péter mellett a labdát, most már azonban Horváth Zsolt hozhatja föl. Bobori nem tudta tovább tenni jól a labdát. Bobori szerel Gál elő, vagy rúgja el a labdát, majd Tocse hozhatja játékba. Gál kerül a földre, nem történt szabálytalanság. Jó a keresztpassz, Skultéti védett, Tocséni reklamálnak kezezést. Németh Péter lőtt egyébként.
És ez pedig hozzáért a plafonhoz. Bánfalvi dobja majd be. Tanárki, az, aki egyre nem tud szabadulni a labdától. Most, de a palánkról vágódik vissza, jó másfél-két méterrel elhibázta Reveland kapuját. Német Péter. Bobori. Lehockival küzd. Lehockiért hozzá. Kaszás. Horváth. Német. Kaszás. Kaszás teszi rá, és aztán bele tudott nyúlni Tanárki. De Tanárkiról pedig Horváthra pattant, róla pedig az oldalvonalon túlra. Lehocki a labdával, ő dobhatja be. Bobori egyébként emberére talált. Lehocki személyében, vagy mondhatom, hogy Lehocki pedig Bobori személyében talált emberére. Hát érdemes lesz a kettőik párharcát figyelni. Én bízom benne, hogy jó csatát hoz majd az ő párharcuk, és sokáig pályán lesznek. Hát erre még egyébként 20 percnyi lehetőségük, veszten ennyi van hátra a találkozóból, hogy a vaktában rúgott bele Molnár Viktor a labdába, de viszonylag jól tette, a maximumot talán kihozta ebből a lehetőségből, hiszen oldalról jöhet majd a sárgamezes együttes, Német Péter már a labdával. Német, Gál mellett nem tud elmenni, Gál nem csak jó támadó, jó csatár, ugye most már a 8. gólját szerezte a bajnokságban, és ugye a forduló előtt ő vezette a góllövő listát, de védekezni is tud. Itt Kovács Attila a Masterclassból a második 6 góllal volt versenyben Szabó Ferenccel, aki szintén 6-szor volt eredmény, viszont forduló előtti állás, hiszen ugye 2 eredményt el tudtam mondani, de gólszerzéket nem. Tóth Balázs 5 gólos a Perszotulból, Balla Tamás 5 gólos a Bádogosból, Szerecki Béla szintén 5 gólos a Fehérvárs Petből, és Orgyán Máté a Sárépszer Kft-ből 5 gólos. Közben egy hatalmas lehetőség Horváth Zsolt előtt adódott, és Kultéti András zárta jól a szöget, róla ment ki a labda. Egyébként eddig az Alba Ligában 5 forduló alatt, tehát mondom, ez a 6. forduló, 5 forduló alatt 36. helyen áll Csénagy Attila, és őt egy góllal, és őt követi még jó néhány, közel 15 játékos, aki szintén egyszer volt elég, tehát nagyjából 500 gólszerzője van már egyébként. Az Alba Liga első osztályának 32. perc, továbbra is 1-1 a rangadó, szuper rangadó Tocse közben jól védekezett most Horváth Zsolt. Tocse dobja be, de ez így el lehet fejelni, viszont figyelni kell, szépen húzta kapura Tanárki, de szabálytalanság előzte meg a szituációt, úgyhogy a döcösé a labda, így is, tehát csak hát, ha gól lett volna, akkor lett volna ez igazából érdekes. Hatalmasot kapott Bobori. Nincs egyébként szankció. Molnár Péter, aki eddig kiválóan oldja meg feladatát pályán, ő áll a labda mögött, és ő végzi majd el a szabadrugás. Kéttagú sorfal, Tanárki és Gál személyében. Bobori mondja Németnek, hogy mit kéne csinálni. Bobori kapja. Nem volt rossz elképzelés, a rövid felsőt vette célba. Marad az 1-1, 34. perc. Bő negyed óra még. Reveland.
Német. Molnár Viktor. Csaba, bocsánat. Molnár Csaba. Molnár. Elrúgják előle. Méghozzá Végvári Ádám volt az. Pocse szerezne labdát, csak Bobori visszaér. Bobori. Gál. Hoppá! Szabad rúgás. Bobori emelte egy picit magasra a labdát. Lehocki. Németh Péter lövése, vagy előreívett labdája jön vissza a kereszttartó gerendáról. Ez pedig azt jelenti, hogy oldalról jöhet. A bádogos Greco Petról. Horváth Zsolt iramodik meg, és teszi oda Molnár Csabának. Ketten előtte, úgyhogy vissza kell tennie Kaszásnak. És nem jó a passz Németh Péter felé. Egyelőre azt gondolom, hogy igazságos az egy-egy. Valamivel kevesebb, mint 1 óráig van a csapatoknak, hogy eldöntsék a találkozót. És a 3 pont sorsát. Gál. Lehoz ki át a túloldalra. Szerette volna Végvári elvégezni, el is végezte az oldalrugást. De hát a döcös jön. Azt látom a túlsó pályán, egy 9-essel Somos Zoli éppen egy kezezéssel vétette magát észre. Gál. Hoppá! Micsoda gól Végvári Ádám. 2-1-re vezet a bádogos Greco Petról. 37. perc. Szépen megkapta a labdát Végvári. Jó 8 méterről ráküldte. Erőből jól helyezze pontosan az alsóba. Hát is most van az a szituáció, amit mondtam, hogyha így marad a végig, akkor láthatjuk adott esetben majd az, hogy Revelon följön, mezőnyben sem ügyetlen. Lábbal kimogaslik a kapusok közül, de mondjuk ez egy futsal válogatott kapustól teljesen természetes. Korábbi futsal válogatott kapustól. És hát azért van még idő, nagyjából 12 perc a mérkőzésből, míg bármi lehet, kispályás foci van. Fél perc alatt is lehet akár két gólt rúgni, 1 perc alatt meg akár 3-at is. Volt már rá példa itt nálunk is. Volt már arra példa, hogy egy csapat fél percen belül 2 gólt eredményezett az idei közvetítési sorozatban. Horváth Zsolt. Molnár Viktor. Hoppá! De szép megoldás lett volna Reháktól. Gál is Rehákkal a nyakán, és aztán végül is Német szereli, vagy rúgja el. Molnár Csaba azonban elveszítette. Horváth Zsoltot rántja vissza. Bánfalvi most talán egy kicsit kezd el szakadni itt ott a célna ezeknél a visszarántásoknál. Lehet látni. Meg az utána való reakciónál Rehák. Thank you.
Molnár Csaba próbálkozott. Tocse rúgta ki, úgyhogy megint jöhet a döcös. 39. perc. Németh Péter a labda mögött. Hát a hosszúra jó méterrel fölé Molnár Csaba. Ha így marad egyébként, az azt jelenti, hogy pontszámban utoléri, egy mérkőzéssel kevesebbet is játszva a Bádogos a döcöst, és a jobb gólkülönbségének is köszönhetően megelőzi. Hát helyet cserél. Két együttes helyet cserélhet a két együttes a tabella élén. A bajnokságból aztán meg végképp nagyon-nagyon sok van hátra. Hogyan jött egy kemény odalépés. Mert Tocse rúg bele mérgében egy hatalmasat, Németh Péter volt egyébként szabálytalan. Gál. Nincs bent természetesen, a kapu mellé, mert nem sokkal egyébként néhány centivel, tizen pár centiméterrel. Ben vagyunk a mérkőzés utolsó 10 percében, Rehák a labdával, 2-1-re vezet. A Bádogos Greco Petro a döcös ellen, ugye úgy, hogy a döcös szerzett vezetés, a 14. percben Rehák Viktor révén, majd aztán Gál 1-1, tehát 5 perccel később, és a 37. percben Végvári Ádám szerezte meg a vezető gólt. Gál, most egyébként a rúgott gól után még inkább magára talál a Bádogos. És ahogy az első félidőben egyik csapat sem, úgy most a másodikban a döcös nem tud igazán helyzetbe kerülni. A Bádogosnak azért volt lehetősége, meg próbálkozott lövéssel. Ugye a döcös is próbálkozik, csak sok megy fölé, a legtöbb lövésük fölé megy. Nem is tudom, hogy nem hiszem Skultéti Andrásnak, hogy védenie kellett volna. Reveland azért kellett néha, hogy közbeavatkozzon. Horváth közben már hozzáállt a félpályán. Horváth ráteszi, de hát ez jó 3 méterrel mellé ment. Hát valami ott a célzóvízzel nincs rendben a döcösnél. Most már természetesen nem olyan sietős a Bádogosnak, úgyhogy Horváth Zoltán sem siette, hogy hátraadja a labdát Skultéti András, a Skultéti pedig most már a Udújhelyről végzi el, és vágja előre a labdát. Gál felé visszakerül azonban Horváth Zoltán, Skultéti András, Reveland vág, dobja előre, nem jó, Doma próbálta volna tovább tenni, Németh Péter, Molnár Csaba, érkezik azonban Végvári. És rá is tudja pattintani ellenfelére a labdát. Gál. Róla ment ki. Kapja az utasítást a pálya széléről, hogy lépjen egy kicsit visszább. Horváth Zsolt. Bánfalvi. Gállal játszik össze. És kéz. Németh Péternél. Reklamál Németh Péter, pedig nem kéne, mert a játékvezető befújt, az idő pedig megy, 43. perc. Nagyjából 7 perc van tehát még hátra a mérkőzésből, 2-1-re vezet a Bádogos. Gál a labda mögött. Ha jól látom, így van, az a rész az most a teljesen sötét. Már Reveland kapuja előtt, ahol óriási a harc. És figyelmezteti is őket a játékvezető. Talán Tocse az, és Horváth Zsolt. Igen, Tocse Gergő pedig kapja a pályaszélő, maradjon ott szöveg nélkül. Reveland is próbál helyezkedni, hát ez pedig Gál az alaposan fölé durrantotta. De elment ezzel is. Jó, 1 perc körülbelül, ami a Bádogosnak jó. Ez nem tudom, mindenféleképpen így akart tenni, mert Péter. Jócskán fölé ment Skultéti András. Bánfalvi.
Bán Falvi marad lent. A bálogos azt reklamálja, hogy aztán szabálytalanság következtében maradt lent Bán Falvi. Balázs tudja folytatni, nincs tehát komolyabb baja. Skultéti húzza az időt, Molnár Csabának kellett oda mennie, ijesztenie, mire fölvette a labdát. Hoppá! Tocse bikázta telibe csapattársát, Gál Dánielt. Horváth! Elpasszolja, aztán Bánfalvi fordulhat. Német azonban jól keresztezett, róla ment ki, úgyhogy jöhet a bádogos Grekopetról valamivel több mint 5 perc még a meccsből. Gál rúgja be, de nem gól természetesen, Reveland fogja a fejét, fülét. És dobja aztán akcióba Molnár Viktor. Molnár Viktor! Tocse lép közbe. Az úgy jó lehetett volna, Rehák nem tudta jól megrúgni, és aztán pedig ez egy rátartás Molnár Viktortól. Ő által kér elnézést. Horváth, Molnár, méghozzá Molnár Csaba, Skultéti pedig, ahogy kell, ráfekszik, és csak most dobja előre, és néhány másodpercet sem ver. Rá lehet egyébként erre fizetni, hiszen hogyha a 49. 50. percben kapja adott esetben az egyenlítő gólt a bádogos, akkor ezek a másodpercek hiányozni fognak majd, és Gál volt szabálytalan. Vagy helyzet, közben Molnár Viktor finomkodta el talán egy picit. Sarokrúgás. Molnár át ide a hosszúra, és aztán sikerül kifejelnie Tocsénak. Hoppá! Horváth néz kérdően a játékvezetőre, hogy nem történt-e szabálytalanság, vagy Molnár Csaba megpróbálta kapura tenni a labdát. Skultéti András most vágja előre. Horváth. Bánfalvi volt szabálytalan. Horváth. Egyre nincs kinek passzolni. Be kellett oda emelni az üresbe. Kellner Zsolt ötössel. Eddig keveset volt a pályán, vagy igazán most került pályára nemrég. Még 3 perc. Valamivel kevesebb, mint 3 perc. Gál megy le a sarokba. És végzi majd el a sarokrúgást. Ez meg is történt. Végvárit kereste volna. A labda azonban a döcsösé. Jön Bobori vissza, Molnár Csaba helyett. Cserélni bármennyit lehet folyamatosan, azért arra figyelni kell, hogy ne legyenek egyszerre 6 a pályán. Most kellett nagyot védenie Horváth lövésénél Skultéti Andrásnak. Kellner. Ajja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 j
el. Horváth maradt lent, Horváth Zoltán. Reveland is előre jött nyugtatni a kedélyeket. Nem volt egyébként szerintem ez szándékos, Kellner annyira a labdát nézte. Bobori kap egy sárgát és 2 percet szövegelésért.
Most akkor ezt is föl kell jegyzetelni, 48. perc. 49. már, bocsánat. Létszám hátrányban is most már, tehát a döcös. Reveland, most akkor kijön mezőnyben, ez amit mondtam már a meccs elején, hogyha kell, akkor ő bátran följön. Fél pálya felénél. Reveland. Kellner. Kellner teszi rá, és kipattan Végváriról. Marad a 2-1, vagy hát ha hivatalosan nézik, akkor 1-2, mert hogy a döcös a pálya választó. Döcös Bádogos, Gekko Petro 1-2. Kellner dobja majd be. Utolsó két percen belül vagyunk már. Gálról, Gál kezéről, de le volt szorítva. Bánfalvai. És az belekapott Revelan, tudja is, hogy mi a büntetése, megy le. 2 percet kap ő is. Négyen maradnak már csak. Úgyhogy jön Spandler Mátyás, a cserekapus. És egy 3 mezőnyjátékos. Utolsó percben vagyunk már tehát. És ezzel tulajdonképpen azt gondolom meg is pecsételődött a döcös sorsa. Sárga mezdesek igazán nagy helyzetet nem tudtak kidolgozni. A horvátnak volt egy lövése, a második fél időben Skultéti András védett. Itt ugye most, hogyha nem kapott volna bele Bánfalvi emelésébe Reveland, akkor egész jó esélye lett volna gól. Úgyhogy talán elmondható, hogy egy darabig ugye igazságos volt a döntetlen a játék képe alapján, most azonban, hogyha majd lefújják a meccset és a Bádogos nyer, már pedig ehhez nagyon-nagyon közel vannak a kékmezesek, akkor azt lehet mondani, hogy megérdemelten nyert a Bádogos Gekko Petról. Gál. Hát igazán könnyen alakítanak ki létszámfölényes szituációt, helyzetet. Végvári. Bánfalvi. Tocséról ment ki. Még így is próbálkozik. Följön a kapus. Ráemeli. Volt ebből lehetőség, vagy volt ebben jó elképzelés. Spandler. Vége. Nyer 2-1-re. A Bádogos egy jó mérkőzésen, jó küzdelmes mérkőzésen a döcös ellen. Zsidai Ádám operatőr kollégám nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Kajzer Tamást hallották a viszonthallásra.